Pazar kilátás a budai hegység természetvédelmi területére az emeletről. A pincében 400 négyzetméteres wellness részleg medencével, jacuzzival, szaunával, biliárdal. Ez Matolcsi György egy bank elnök kisebbik fiának új luxus lakása a második kerületben. A 24.hu írta meg, hogy a 150 millió forintért árult Ikerház felét Matolcsi Máté cége részben az NHB bank hiteléből vásárolta meg. A Matolcsi György a testvére tulajdonában álló bank 90 millió forint hitelt nyújtott a cégnek, amely az utolsó nyilvános mérlege szerint majdnem 5 millió forint veszteséget termelt 2016-ban. Az együtt emlékeztetett rá, hogy az NHB-ban korábban részesült a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramjából. Matolcsi György gyakorlatilag az állam pénzét, a Magyar Nemzeti Bank pénzét arra használja, hogy a saját családtagjai gazdagodjanak. E, az történik ugyanis, hogy a Magyar Nemzeti Bank olyan bankot finanszíroz, amely Matolcsi György e, unoka amely bank aztán tovább finanszírozza Matolcsi egyéb családtagjait. Ez már egy másik ház, alig 200 méterre Matolcsi Máté lakásától. Egy hete szintén a 24 pont írta meg, hogy Matolcsi György bérli a több százmilliós luxus villa egy részét. Ezt az épületet a másik fiat cége vásárolta meg, és ehhez is az NHB bank adott 280 milliós hitelt. Kérdeztük a Fidesz, hogy nem tartják-e aggályosnak a Matolcsi család ingatlan vásárlásait. A törvények mindenkire egyaránt vonatkoznak, és azokat be kell tartani, teljesen függetlenül attól, hogy ki, kinek a rokona vagy az ismerőse, a törvények egy olyan keretet határoznak meg, amely mindenkire egyaránt vonatkozik, az érintettekre is. Kérem, hogy náluk érdeklődjön a részletekről. Megtettük. A Magyar Nemzeti Banktól azt válaszolták, Matolcsi Györgynek nincs tulajdona a lakásban. A jegybank elnöke legutóbb tavalyi bizottsági meghallgatásán beszélt a fiai üzleti ügyeiről. Nem korlátoz senkit. És nem jutalmaz senkit. Az, ha bárki az én nevemet viseli, vagy a családom nevét viseli. Matolcsimátét is kerestük. Ő írásban elismerte, hogy a cége irodája mellett ő lakik a lakásban a családjával. Azt is írta, megfelelő ingatlan fedezet mellett kapta a hitelt, ami nem államilag támogatott és nem kedvezményes, és amit a kamatokkal együtt vissza kell fizetnie. A 24.hu-nak azt is írta, szerinte azért is kaphatott hitelt, mert kisbankként az NHB bank a kisebb vállalatokat is fontos, komoly ügyfélként kezeli.